Köszöntöm nézőinket, Jela Jászmin Grace vagyok. Nézzük, miről szól a mai közéleti magazinunk. Továbbképzésen vettek részt Tolna megye ügyintézői. A régióban elsőként hoztak létre különleges oktatóhelyeket a diákoknak. Pótfelvételit hirdetett a Matthias Corvinus Kollégium a középiskolásoknak. Egymást segítik az önkéntes és hivatásos tűzoltók. Ételt és adományt osztottak Dunaföldváron. A gyors, pontos és naprakész szakmai munka ellátása érdekében ügyintézői szakirányú továbbképzésen vettek részt a Tolna megyei kormányhivatal dolgozói. A megye mind a 10 kormányablakából és 6 járási hivatalából jelentkezők sikeresen elvégezték a képzést. Közel 30 ügyintéző vehette át bizonyítványát Horváth Kálmán kormány megbízottól, miután elvégezték a KAB kormányablak ügyintéző szakirányú továbbképzést. A megye mind a 10 kormányablakából és mind a 6 járási hivatalból részt vett valaki a tanfolyamon. Dombóvárról 3-an végezték el legutóbb ezt a képzést. Szerencsére azt elmondhatom, hogy a dombóvári kormányablakban egy jó gárda van, ők már korábban az első két képzési alkalommal elvégezték ezeket a képzéseket, és két új olyan új kollégám volt, aki még nem rendelkezett ezzel a képzéssel, így hárman vettünk részt a képzésen. Hetente két alkalommal itt Szekszárdon már tapasztalt kollégák képezték az újoncokat, úgymond, tehát egy kötetlen hangulatban tartották ezeket a képzéseket. Jó volt, mert fel lehetett tenni olyan kérdéseket is, amiket egyébként lehet, hogy az adott osztályon belül másképp gondoltak a kollégák, és mivel ismerősek voltak azok az oktatók, akik leadták az anyagot, ezért közvetlenebbül fordultak a kollégák is, felmerték tenni azokat a kérdéseket, amik esetleg fennmaradtak náluk, amiket nem tudtak feltenni máshol, és meg tudtunk beszélni olyan eseteket is az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében, hogy minél jobban és egységesen tudjuk ellátni a feladatellátást itt Tolna megyében. Gonda Ádám, a Tolna megyei kormányhivatal dombóvári járási hivatal kormányablakának osztályvezetője azt mondja, nagyon fontosnak tartja, hogy minden kollégája, és velük együtt ő is, naprakész tudással rendelkezzenek a legtöbb szakirányt illetően, ezért jelentkezett a tanfolyamra. Én nem olyan rég kerültem a kormányablakba osztályvezetőnek, 2019 óta látom el ezt a feladatot, és 2019 óta ez az első ilyen alkalom, amikor meghirdették ezt a képzést, és mivel én még nem rendelkeztem ilyen KAB végzettséggel, kifejezetten kormányablak ügyintézőknek fenntartott képzéssel, ezért én is jelentkeztem erre a képzésre, hiszen itt naprakész tudáshoz jutottunk a különböző szakterületeket illetően. Ahhoz, hogy osztályvezetőként megfelelően el tudjam látni a feladatokat, fontos az, hogy én is naprakészen tudjam azokat a jogszabályi háttereket, hogyan működnek a különböző szakrendszerek, amivel a kollégák dolgoznak, hiszen csak így tudom megfelelően segíteni a munkájukat a feladatellátásuk során. Ez az egyik legfontosabb dolog a kormányablak osztály feladatellátása során, hiszen akár nyugdíjkérdésben, akár más olyan jellegű kérdéskörben felkeresnek bennünket az ügyfelek, muszáj, hogy pontos információt adjunk nekik, a kérelem kitöltése korán kellő tudással rendelkezzünk, ahhoz, hogy megkönnyítsük azon kollégáknak a munkáját is, akik majd később a döntést meghozzák, akár itt Szekszárdon a kormányhivatalon. Az elmúlt 5 évben már csaknem az összes kormányhivatali ügyintéző elvégezte ezt a továbbképzést. 2016 óta folyamatosan a Veszprém megyei kormányhivatallal karöltve ők gyakorlatilag a gazdái ennek a projektnek, kormányablak ügyintézői képzésnek a diploma átadója vagy oklevél átadója van. Horváth Kálmán azt is elmondta, miért tartja fontosnak, hogy az ügyintézők elvégezzék ezt a közel 2 hónapon keresztül tartó képzést. Részben azért, mert nagyon fontos az, hogy folyamatosan az ügyfélbarátsággal sikerüljön, nem mondom azt, hogy megküzdeni, hanem inkább magukévá tenni ezt a gondolatot. Tehát részben ez a célja, van egy ilyen pszichikai jellegű képzés része is ennek a dolognak. A másik pedig az, hogy miután a kezdetekhez képest most már több mint 1000 ügykörben járnak el a kollégáink, ezért nagyon fontos az, hogy aktuális legyen a tudásuk. Nyilván kezelni kell tudni a számítógépet is, tehát egy
egy elég széleskörű tudást ad ez a képzés. Horváth Kálmán beszédében elmondta, az ügyintézők a kormányhivatal arcai, akikkel az állampolgárok elsőként találkoznak. Rajtuk keresztül ítélik meg a kormányhivatal munkáját. Ennek sikerességét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az elenyésző számú panaszok. A régió első képzési központját hozta létre a Tolna megyei szakképzési centrum partnereivel közösen. Ez azt jelenti, hogy az ezeken a helyeken tanuló diákok ugyanabban a környezetben az őket foglalkoztató cégnél sajátítják el a gyakorlati és az elméleti tudást. A cél, hogy minél több hasonló integrált képzőpartnere legyen a Tolna megyei szakképzési centrumnak. Január eleje óta tanulhatnak ebben az új Szekszárdon kialakított ágazati képzőközpontban ezek a fiatalok. Ők járműmechatronikus képzésen vesznek részt, vagyis a régebbi nevén autószerelők lesznek. A munkát nekik biztosító vállalkozó kialakított egy tantermet, és a tanuláshoz szükséges elektronikus tananyagot is összeállított. Egy több éves fejlesztés volt, magának a digitális tananyagot ugye keretbe foglaló programnak a kifejlesztése, annak az összeállítása, illetve maga a digitális tananyagnak az elkészítése. Ugye nagyon sok középiskolai pedagógussal, tanárra segített közreműködésével készült el ez a tananyag hosszú éveken keresztül, és most lehetővé tette számunkra azt, hogy a gyerekek, amíg itt vannak a gyakorlati képzőhelyen, és nem a mesterükkel töltik az időt, nem közvetlenül a járművek mellett vannak, abban az 1-2-3 órában be tudnak ülni egy irodába, és akkor a számítógépek segítségével, ugye a számítógépen lefutatott program segítségével ugye a digitális tananyagot ugye át tudják nézni, és minden egyes tananyag után a gép randomszerűen vizsgakérdéseket tesz fel, és hát ennek köszönhetően ugye a tudás szintmérést is önmaguk el tudják végezni. A fiatalok egyelőre a járműmechatronikai képzésből kerülnek ide, de hamarosan karosszéri, lakatos és autófényező tanulók is a cégek telephelyein tölthetik a teljes tanidejüket. A Gradum Nonprofit Kft. Mint ágazati képzőközpont az január 3-ával indult, akkor 19 diákkal, gépjárműmechatronikus kollégákkal, népies nevén ugye autószerelőkkel, korábbi szakmai elnevezés, hogy az autószerelő volt, és februárban újabb 13-14 diák fog, ha jól tudom, érkezni, és ez folyamatosan bővülni fog, mert ugye még a karosszéria, vagy a jármű fényező, illetve a karosszéria lakatos kapacitások azok még bőven nincsenek kihasználva, illetve a gépjárműmechatronikai egy technikus, ami már ugye az érettség utáni képzés jelenti, azok is még ehhez hozzá fognak kapcsolódni. A Tolna megyei szakképzési centrum és partnerei 4 településen alakítottak ki most közösen úgynevezett gépjárműmechatronikai képzőközpontot, vagyis Szekszárd mellett Pakson, Dunaföldváron és Pécsen is a gyakorlati helyükön tanulhatják az elméletet is a diákok. 2 KKV telephelyein dolgoznak a tanulók, és mellette ott vannak az elméleti, vagy az elméleti igényes képzési részek is. Ezt elsődlegesen elektronikus formában, elektronikus tananyagok segítségével oldjuk meg. Hála Isten olyan tulajdonostársak vannak, ahol adott volt egy olyan infrastruktúra is, hogy nem kellett már külön tantermet, oktatótermet berendezni, ott adott volt, és most ezt hasznosítjuk közösen. Dömötör Csaba, a szakképzési centrum kancellárja azt mondja, ezzel a kezdeményezésük az ország első 3 képzőközpontja között jött létre. Ahhoz, hogy ennek eleget tudjunk tenni, és eleget tudjon tenni minden fél, aki érintett a képzőközpont működésében, ahhoz az szükséges, hogy innovatív legyen, legyenek olyan tevékenységek, amik túlmutatnak egy napi szintű általános duális képzésen. Értem itt azt, hogy nem véletlenül került kiválasztásra az a 2 cég, ahol akikkel együtt dolgozunk, és ahol a tanulók dolgoznak, hiszen csúcs technológiával dolgoznak. Tolna megye első képzőközpontjában a tervek szerint februárban már közel 40 diák tanul majd. 2021-ben indult el a Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi képzési központjának működése. Bár sokan éltek már a tehetséggondozó program adta lehetőségekkel, most mégis pótfelvételit hirdetnek a középiskolások számára. A már több mint 25 éve működő programban többnyire olyan képzéseket biztosítanak a diákoknak, amit az iskolában nem kaphatnak meg, illetve azok kiegészítéséül szolgálnak. A Szekszárdon és térségében tanuló középiskolások még január 30-áig jelentkezhetnek. A
tavalyi évtől Szekszárdon és térségében is elérhetőek a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány tehetséggondozó programjai. A projekt már negyed évszázada működik Magyarországon, és ingyenes plusz képzési lehetőséget biztosítanak a céltudatos, tehetséges diákoknak, elsőskortól egészen az érettségiig. Minden korosztálynak kínálunk továbbfejlődési lehetőséget, ez alól nem kivétel a középiskolás korosztály sem. 2021. szeptemberétől immáron országszerte 14 városban elérhető a Matthias Corvinus középiskolás programja, köztük ugye Szekszárdon és térségében is. Ez azt jelenti, hogy egy olyan képzési formát kívánunk megvalósítani itt a térségben, amely a hagyományos oktatást kiegészítő, iskolaidőn túli magas színvonalú képzési formát kívánja megvalósítani. Főként olyan diákok számára egyébként, akik már most tudják, hogy a jövőben a magyar közélet szempontjából jelentős alkalmazott társadalomtudományokkal szeretnének foglalkozni, mint például a közgazdaságtan, a jog, a pszichológia, a nemzetközi tanulmányok, a diplomácia vagy egyéb bölcseleti tudományágak. A szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium pótfelvételit hirdet a középiskolások körében. Ez alapvetően, aki felvételt nyer hozzánk a középiskolás programba, különböző térítésmentes képzéseken vehet részt, tehát saját maguk dönthetik el a diákok, hogy a különböző e-learning kurzusaink, szakmai napjaink, heti rendszerességgel megrendezett klub délutánjaink, ingyenes idegen nyelvi kurzusaink közül melyeken kívánnak részt venni. Nagyon fontos, és kiemelném, hogy heti szinten látogathatóak szintén ingyenes angol és német nyelvű beszédkészségfejlesztő kurzusok. Ezeknek nem kifejezetten az a célja, hogy felkészítse diákokat a nyelvvizsgára, bár ebben is sokat segít, de alapvetően az a célja, hogy a diákok az adott nyelven megtanuljanak magabiztosan kommunikálni. Mindemellett a diákok egy remek, fiatal közösség tagjává válhatnak. Alapvetően olyan diákok jelentkezését várjuk a programba, akik nyitottak arra, hogy egy kicsit jobban megismerjék a társadalom működését. Alapvetően a társadalomtudományi fókuszú képzéseink vannak. Nagyon sokat segít számukra a pályorientációban, és abban, hogy megismerjék önmagukat, és kicsit megtalálják a helyüket abban, hogy a jövőben nekik milyen potenciális lehetőségük van a társadalmi folyamatokban. Maga a középiskolás program lefedi a teljes középiskolás időszakot, tehát 9. évfolyamtól 12-ig tudnak hozzánk a diákok jelentkezni, és programba való bekerülést követően ők az érettségi tagjai ennek a programnak. Jelenleg a mi képzési központunkhoz 30 diák csatlakozott az elmúlt szemeszterben, és most a Matthias Corvinus Kollégium kiemelt felvételi időszakot hirdetett, ami azt jelenti, hogy január 30-áig ismételten lehet a programba csatlakozni hozzánk, és ugye egy építkezési fázisban vagyunk, tehát nagyon bízunk abban, hogy ezt a létszámot valamelyest be tudjuk tornázni, és azért nagyon-nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődő diákot. A programra a kp.mcc.hu oldalon lehet jelentkezni egy online adatlap kitöltésével és egy pályamunka csatolásával. Gyakorlatilag egy kritikai eszét kell a diákoknak küldeni a számunkra, és ezáltal már bekerülhetnek a programba. Alapvetően nem nehéz hozzánk bekerülni, cserébe viszont nagyon sokat profitálhatnak a diákok a programból. Több mint 1500 vonultak a hivatásos tűzoltók valamilyen esethez Tolna megyében 2021-ben. Ebből közel 400 alkalommal segítséget kaptak az önkéntes egyesületektől. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője azt mondja, ez azt is mutatja, mennyire fontos szerepet töltenek be a védekezésben az önkéntes szervek. 2021-ben országosan több tízezerszer riasztották a lánglovagokat valamilyen esethez, de a Tolna megyéiek sem tétlenkedtek tavaly. Tolna megyében 140 alkalommal kellett vonulni az egységeknek lakástüzekhez. Ez egy nagyon kedvező szám, pláne, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy halálos áldozatot nem követelt itt megyénkben abszolút, míg országos szinten sajnos 86-an vesztették életüket ezekben a tüzekben, valamint 21 ember pedig megint csak országos adatú szilmonoszid mérgezésben lelte a halálát,
itt ebben a megyében megint csak nem tudunk szerencsére ilyenről beszámolni. Megfigyelhető az, hogy az emberek is kicsikét jobban odafigyelnek saját maguk és a környezetükre. Bízom benne, hogy a Tolna megyei Tűzmegelőzési Bizottság is kellő sok információt igyekszik szolgáltatni, és ezt egyre többen meg is fogadják, valamint én mindenképpen arra ösztökélek mindenkit, hogy figyelje tényleg a saját maga családja, akár a közvetlen lakókörnyezete biztonságát, tehát itt gondolok akár a szomszédra, gondolok itt azokra az emberekre, akiknek most nagyobb problémát jelent esetleg a tüzelőnek a biztosítása. Ezekből keletkezik leggyakrabban tűzeset, tehát itt a tüzelő és a fűtőberendezések meghibásodása kapcsán. A nyílt láng az megint csak egy olyan megfigyelhető statisztika. Itt ebbe beletartozik nyilván akár egy mécses gyújtása, itt a konyhatüzek, valamint a dohányzás, mint ilyen, ami lehet megint csak egy gyakorlatilag generáló oka ennek a tűzesetnek. Ezen kívül 22 kéménytűzhöz és 20 szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos bejelentéshez riasztották a lánglovagokat. Itt megfigyelhető némi emelkedés, ami a szénmonoxid mérgezésekkel járó esetekre vonatkozik, gondolok itt az elmúlt évekre. Ez megint csak talán annak betudható, hogy egyre többen igyekeznek ezeket a szénmonoxid érzékelőket beszerezni, megvásárolni, ilyen szinten ugye biztosítani valamilyen formában a családja biztonságát. Legutóbb még 2021. december 31-én Hidason történt egy ilyen eset, ahova vonulnia kellett a tűzoltóknak. Itt a Baranya megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat veszélyes határérték körüli értéket olvasott ki ebből az eszközből, tehát megint el lehet azt mondani, hogy ezek a termékek életet mentettek. Folyamatosan hangsúlyozzuk, és most is akkor igyekszek ennek így lehetőséget biztosítani, hogy akár a megyei honlapon, akár a BM országos katasztrófavédelmi honlapján a keresőbe ezt, hogy pozitív listai beírva, beütve, gyakorlatilag kiad majd egy táblázatot, és ebből lehet majd utána kedvünkre csemegézni. Itt voltak éppen bármelyik készülék alkalmazható használható, ezek bevizsgált készülékek, ezt még egyszer ismétlem, ez a pozitív listát kell beütni a keresőbe. Innentől kezdve pedig már csak ránk van bízva azt, hogy az internet használata segítségével ezeket az eszközöket hol szerezzük be. Országos szinten 125.500 négyzetméteren tombolt lakástűz 2021-ben, amikhez összesen több mint 14.000 tűzoltó vonult. Itt Tolna megyében több mint 1680 esetben vonultak a tűzoltók mindenféle káresethez. Ebből 345 alkalommal segítségükre voltak az önkéntes tűzolt egyesületek is. Ez egy szép szám, és hogyha megint csak figyelembe veszük itt a korábbi éves statisztikáit, egy jelentősebb ugrás figyelhető meg. Bízom abban, hogy ez a Covid ilyen értelemben ezt a társadalmat is inkább összehívja, és egyre nagyobb figyelmet igyekszik mindenki a másik iránt biztosítani, és én, aki kedvet kap ehhez, én csabózítani tudok mindenkit, hogy ha van lehetőség, akkor nézzen szét a faluban, a városban és a környezetben, a közelben, és keresse fel ezeket az önkéntes tűzoltó egyesületeket, fel lehet velük venni a kapcsolatot, és itt akár 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot elvégezve el lehet kezdeni akár élesben is ezeket a beavatkozásokat, aki érez magában kellő bátorságot ahhoz, hogy ezt megtegye. Tehát az ő munkájukat is mindenképpen köszönjük, mert ez nagyon fontos itt a hivatás egységek számára, hogy mindig legyen gyakorlatilag mellettük valaki, aki helyismerettel rendelkezik, és adott esetben még hamarabb ott is lehet az adott helyen. Itt legutóbb most önkéntes tűzoltóbb egyesület vonulására most Bonyhádon volt szükség. Itt ezt vasárnap, január 9-én vasárnap, délután egy családi háznak a melléképülete gyulladt ki. Ide a szexeldi és a bonyhádi hivatási egységeken kívül még Bonyhád városából még az önkéntes tűzolt egységek is megérkeztek. Összegészében 2 vízsugár segítségével és kézi szerszámok használatával sikerült megfékezni ezt a tűzesetet. A szóvivő azt is hozzátette, számos olyan esettel találkoztak már, hogy az önkéntesekből egyszer csak hivatásosak lettek. Az önkéntes tűzoltó egyesületek egy nagyon jó iskolája, belépője gyakorlatilag így a hivatásos szervezeten eltöltött munkának, tehát van ilyenre is lehetőség. Itt főleg a fiatalabb korosztály, aki ezt már el tudja gyakorlatilag kezdeni, itt jóval korábban így ezeket a beavatkozásokat, ez mindenképpen előny. Tehát ez abszolút egy előny, hogyha valaki egy önkéntes tűzoltó egyesületnél korábban már teljesített szolgálatot, sokkal egyszerűbb a számára majd utána az iskolának is az elvégzése, valamint a beavatkozások alkalmával sokkal nagyobb rutinnal, magabiztossággal fog tudni helytállni. A 3 hivatásos szervezet munkáját 3 önkormányzati és 24 önkéntes tűzoltó egyesület segíti Tolna megyében. Dunaföldváron a Máltai ház udvarán a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat helyi csoportja 150 adag melegételt készített és osztott ki rászorulóknak, időseknek, kisnyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak. A Caritas tevékenységében a Dunaújvárosi Női Vízilabda csapat személyesen is segítette az önkéntesek munkáját. Ruhanemű játékok is új gazdára találtak ezen a napon.
Hatalmas bográcsban készült a pörkölt, hozzáfőtt krumplit és friss kenyeret kapnak a rászorulók. Az önkéntesek adagolják a meleg ételt, folynak az előkészületek Dunaföldváron a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat templom utcai udvarán. Amikor megnyílt a kapu, sietős léptekkel özönlöttek a rászorulók, és kezdték válogatni a ruhaneműt. Lipták Tamás ötlete volt, hogy hívjuk meg a Dunaújvárosi vízilabdás lányokat egy élelmiszerosztásra, meg ruhaosztásra, és ezt ma megvalósítottuk. Hát jöttek az önkéntesek örömmel, meg segítettek a lányok is az osztásban, és itt vagyunk a nap végén körülbelül. Azt hiszem, hogy sikeres volt, tehát durván 150 adag ételt készítettünk, akik nem tudnak mozogni, azoknak elvittük házhoz, rászorulóknak meg elég sokan bejöttek. Ez az első akciónk ebben az évben. Mi azért látjuk, mekkora nyomorúság van néhol, és próbálunk ott segíteni, ahol nincs tüzelő, nincs étel. Nagyon sokan vannak ilyennek, és ugye hívó szóra jönnek, meg terjed a hír, tehát akik nem kaptak meghívót, azok is jönnek. Ha jut, azoknak is örömmel adunk. A létszámban 27-en vagyunk, hát abból aktív egy olyan 18-20 fő. Ugye nagyon sok az öreg már, az átlag életkor 70 fölött van. Én fiatalabbak közé számítok. Azért van remény, mert vannak fiatalok is, de nagyon kevesen. Csábítgatjuk őket, hogy álljanak be közénk, mert nagyon kell a munkáskéz. Azért a legaktívabbak itt voltak ma is. Hát sokan otthon maradnak, mert vigyáznak magukra, félnek a koronavírustól, de azért az aktívabbja itt van a fronton. Kis pénzből élünk, ilyesmi, tehát kisebb ruha, egy étel, egy bármi ilyesmi, és nagyon szívesen elfogadja a kis szűk családunk, amit nagyon szépen köszönünk. Ugye már... Hát ahogy tudok, tehát ahogy alakul munka, tehát úgy dolgozom. A vízilabdás lányok szeretnek segíteni másoknak. Dunaföldváron először voltak, de nem ez volt az első alkalom, hogy adakoztak. Most vagyok másodszor talán ilyen családsegítésen. Egyszer Dunaújvárosban voltunk ugyanígy ételosztáson, de nagyon, hát amellett nagyon szomorú volt látni, hogy sajnos mennyi ilyen család van. Nagyon boldogság, vagy hatalmas boldogsággal töltötte, hogy segíthettünk rajtuk legalább ennyivel, vagy azzal, hogy ott voltunk és tartottuk bennük a lelket. Nagyon sok rászoruló van a környezetünkben, és hogyha tudunk, akkor szeretnénk, és próbálunk is mindig visszaadni. Most már megbeszéltük, hogy a következő akció tartós élelmiszergyűjtés lesz húsvét előtt, úgyhogy abba is beleállunk. Sok a rászoruló a környéken, így évente többször is gyűjtenek számukra. Karácsony előtt hasonló projektet csináltunk, vagy végeztünk itt a csoport, a támogató szolgált, illetve a tanoda, a földvári máltai kontingens, hogy így mondjam. Az a különbség, hogy a mai napon, ahogy te is látod, jól mondod, itt segítségünkre voltak tündérkék, úgy mondjam, vagy nem tudom, nagyon helyes lányok, a Dunaújvárosi Főiskola vízilabdás lányai, akik csomó más egyéb társadalmi felelősségvállalásos tevékenységet folytatnak, végeznek, legyen az egy beteg kisgyermek, legyen az egy állatmenhely, legyen az egy bármiféle egyéb ilyen olyan feladat, vagy tevékenység, ami melléjük úgy érzik, hogy mellé, mögé tudnak állni. Én évek óta figyelem az ő munkásságukat, tevékenységüket, ugye hárman közülük ebből a csapatból olimpiai bronzérmes vízilabdázók is. Úgyhogy nagy büszkeségei országunknak is úgymond. Úgyhogy megkérdeztem őket, hogy lenne kedvük eljönni egy ilyen feladatba részt venni, és hát örömmel konstatáltam, hogy van kedvük, és hát most tudták úgymond a verseny naptárjukba beleszorítani a mai napon, és hát ezért is lett ez a projekt mára datálva. És hát ugye szegény, rászoruló, illetve éhes ember az nem csak karácsony előtt van, hanem most is, úgyhogy én örülök neki, hogy ez a kettős dolog így összecsengett a mai napon. Mi ellátotti ügyfélkörünkbe tartozó szegények, rászorulók, idősek, de nagyon sok kisgyermekes család is jött, ugye a tanodában sok kisgyermeket látunk el, vagyunk velük kapcsolatban, vagy pedig hát az önkormányzat segít nekünk abban, hogy kik azok a rászorulók, akiket célszerű lenne egy-egy ilyen akcióval elérnünk.
volt kolbászsütés, volt, melyből szintén kivették a részüket a lányok, volt pörkölt főzés, ugye hát ez egy hosszadalmasabb dolog, azt Jákli Viktor csoportvezető úr, barátom végezte, és hát voltak különböző egyéb dolgok. A lányok például a vízilabdás lányok hoztak ilyen női táskákat, amelyekben tisztálkodási szerek, tisztító szerek voltak találhatók, és hát ezeket itt a rászoruló lányoknak osztották ki nagy örömükre. Hát a legközelebbi biztos időpontunk az húsvét előtti időszakban lesz, ugye karácsony és húsvét ez a két alkalom, amikor nagy csomagosztást tartunk, de egyébként épp a lányok kérdezték, hogy mivel tudnának segíteni nekünk. Mi folyamatosan biztosítjuk a hozzánk fordulóknak, ha csak egy kis csomaggal, de a rászorulók mindig kapnak, a hozzánk betérők egy kis élelmiszercsomagot, tartós élelmiszert. Tehát aki segíteni szeretne nekünk, és jól szeretne segíteni a tartós élelmiszer, az mindig jól jön a Málta raktárába, úgyhogy ezúton is várjuk szeretettel. Ez a kedves kis játékmackó is gazdára talált a kosárból. Játékkal és édességgel a kezükben örömmel távoztak a gyerekek is a Dunaföldvári Máltaház udvaráról. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!